most benne vagyunk egy járványhelyzetben, aminek, amiből ki fogunk kerülni, bár talán most jönnek a legnehezebb napok, vagy éppen pont benne vagyunk, de hogyha, hogyha kicsit kiemeljük a fejünket ebből a járványidőszakból, időszakból, akkor mégiscsak arról van szó, hogy nem lehet összehasonlítani a mostani Magyarországot a 2010 előtti Magyarországhoz viszonyítva, és ezt a munkát szeretnénk folytatni. Nagyon kevés olyan időszak volt a magyar történelemben, amikor, amikor ilyen tartós, gyarapodó időszakot éltünk úgy, hogy ez politikai stabilitással is párosult. Valamelyik mindig hibázott, vagy éppen volt gazdasági gyarapodás, de nem volt meg a, a nemzeti önállóságunk, nem volt meg a saját döntéshozatal képessége. És most ez minden, ez egyben van, és ez, ez nagyon sok jelből tevődik össze. És véletlenül sem szeretném azt mondani, hogy már könnyű az élet Magyarországon. Tehát Rengeteg teendő van, de az, hogy apránként a jó irányba megyünk, ahol is a családok több támogatást kapnak, ahol a bérek mégiscsak emelkednek, és ahol mindezek keretéül a biztonságot fent tudjuk tartani, az, az mégiscsak számít. Úgyhogy szerintem a, a végén az egésznek, a választási ciklus végén azt tudjuk mondani, hogy minden hibánkkal együtt, amikor a meghatározó pillanatokról van szó, amikor az ország érdekeir érdekeiről van szó, akkor ránk lehet, a Fidesz-KDM-re lehet számítani.